elvégeztem, és ugye én jogi pályára készültem, és becsöppent a gyerek, és igaz elnél nyugra, szóval minden álmom az. És most is úgy vagyok vele, igaz első gyerek, de mindenki azt mondta nekem, első gyerek nem szabad elvetetnem. És végül csak azért tartottam meg. Jó, persze szereti az ember, de hát most is az lebeg a célom, hogy megyek egyetemre, persze csak ehhez pénz is kéne. És jó volt az első reakciód, amikor megtudtad, hogy terhes? Az, hogy nem kell a baba, mert én most suliba megyek. És mit gondolsz, ezt ő érezte? Valószínűleg éreztem, mert például nem is pontos időre született, hanem ez, én nem is akartam őt úgy igazán megszülni, mert amikor a hasamban volt, akkor is mondtam, én most nem szülök még, meg ki voltam írva, és végül is beutaltak és megindították az egész szülésemet. És bánod, hogy így alakult? Hát persze, most már nem bánom, mert megvan. Inkább most már az fáj, amiket gondoltam, még lehet a hasamban, mert nem úgy viszonyultam hozzá. Mi a baj? Jaj, nagyon jó neked. Ez megvéd téged. Miért jó gyermeket vállalni? Miért jó anyának lenni? Hát, ó, ezt nagyon nehéz megmagyarázni, hát nem tudom. Végül is, mikor már a hasamban volt, akkor, és megláttam, hogy a hasamban mozog a szíve, akkor nem tudom, milyen érzés fogott, és akkor azt mondtam, jó, hát akkor most már nem szeretném elvetetni. És nem tudom, ami különös érzés, hogy valakihez tartozok, és valaki iránt felelősséggel vagyok. Csukjam be és mész el. Igen. Itt akarsz én maradni? Tetszik neked? Kamera.